Az ember már Krisztus előtt 11 000 évvel is készített agyageszközöket. Ekkor alakult ki a fazekasság. A modern kerámiákat három kategóriába csoportosítják. Porcelánok, kőedények és agyagedények. A különbség az összetevők arányából és az égetés módjából fakad. Az agyagedény először a keramikus művész fejében születik meg. A hajszálpontos rajzok elkészülte után a fazekas korongon különleges szerszámok segítségével gipszből mintát formáznak. Az átmérőjét mérőkörzőkkel ellenőrzik. A minta 7%-kal nagyobb, mint a készáru, mert figyelembe veszik, hogy a szárítás és az égetés alatt kissé összezsugorodik. A fazekas néhány részt kézzel formál meg és tapaszt hozzá az edényhez. A minta alapján kiöntik a rugalmatlan gipszből álló mesterformát. Ennek alapján öntik ki a sorozat mintát, amely vagy gumiból, vagy, mint esetünkben, gipszből készül. Először beöntik a gipszet. A munkások a kezükkel megakadályozzák, hogy légbuborékok is belekerüljenek, melyek öntéskor selejtet eredményeznek. Ezután egy teljes éjszakán át melegben szárítják. Ha készen van, óvatosan leszedik a formáról. Ez a nagy körültekintést igénylő művelet negyed órán át tart. A sorozat mintának még 2 napig száradnia kell, csak azután használhatják fel. Egy-egy ilyen sablon körülbelül 200 öntéshez használható. A sablont az oldalára nyomott számmal azonosítják. Az agyagedény keverék zsírkőből, egy nefelin szianit nevű ásványból, egy képlékeny sötét bézs színű agyagból, szilikátból és kaolinból, azaz fehér agyagból áll. Mindezt 40 fokos vízben keverik össze. A keveréket óvatosan, egyenletesen beleöntik a sorozat mintába. Ezúttal is vigyáznak, nehogy légbuborékok keletkezzenek. A gipszforma lassan magába szívja a vizet, csak egy nedves, fél centiméter vastagságú agyagbevonat marad hátra. Fél óra múlva a bevonat megszilárdul, így a felesleges folyadékot kiönthetik belőle. A tetejéről levágják a felesleges agyagréteget. Háromnegyed óra múlva leemelik a sablont a munkadarabról. A munkásoknak nagyon óvatosan kell bánniuk vele, egyenlő erővel kell megfogniuk. Ha az egyik ujjukkal erősebben megnyomják, bemélyedés keletkezik rajta. De ez csak az égetés után derül ki. A munkadarab még egy napig szárad, majd a munkások óvatosan lekaparják azt a felesleget, amely a sablon két részének találkozásánál az edényen maradt. Utána vizes kövön megdörzsölik, hogy sima legyen az alja és a teteje, majd vizes szivaccsal lesimítják a felületet. A kőedénnyel ellentétben, amely égetés közben fényessé válik, az agyagáru matt marad. Ahhoz, hogy fényes és színes legyen, különféle mázakat és zománc festékeket kell felvinni rá. Végül a munkások átlátszó mászt fújnak rá, hogy az egész edény szép fényes legyen. Utána egy szobanagyságú kemencébe rakják, ahol 8 órán át égetik. A kemence hőmérséklete az 1000 fokot is meghaladja. A kiégetett darabot ezután 2 órán keresztül hűtik. A nagy hőség aktiválja a festékben lévő pigmenteket és életre kelti a színeket. Így lesz az agyagdarabból művészi alkotás, vagy egyszerűen csak egy csésze, vagy csésze.